Kalocsa és Nagy Kanizsa között. A helyszínre kiérkező kollégáim azt állapították meg, hogy Bajcsa irányából Nagy Kanizsa felé haladt egy Toyota kis terautó, amikor eddig még ismeretlen körülmények között frontálisan ütközött a vele szemből érkező Suzuki-val. A balesetben a Suzuki vezetője, egy 67 éves sormási férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. Azt még egyelőre nem tudtuk megállapítani, a vizsgálat folyamatban van szakértők bevonásával, hogy ki tért át a másik sávjába és miért történt a baleset.